Héja János vonós hangszerkészítő műhelyében ülünk, és rögtön az jutott eszembe, hogy tőlem is számtalanszor megkérdezik, hogy miért lettem hangszerkészítő? Valahogy ez nagyon érdekli az embereket, nem csak az átlagembert, hanem a zenészeket is. Te erre mit szoktál válaszolni? Ahogy így gondolatban visszapörgetem a időkerekét, így eszembe jut, hogy igazából gyerekkorom óta a hangszerek között nőttem fel, hangszerek vesznek körül, a családban is volt, és hát én legelőször a matematika órán két vonalzóval kezdtem el úgymond hegedülni, majd aztán nagyobbakat lépve az időbe, lényeg az, hogy végül nem zenei pályára mentem, viszont a tanáromnak a javaslatára mondta, hogy ha nem is játszom a hangszeren, de legalább készítsem és javítsam a hangszert, és így kötöttem ki végül a hangszerész képzőiskolában, és így tettem az első lépéseket meg a szakma irányába, hogy beléptem Szegeden a Darúci Péter mesternek a műhelyébe először. És aztán? Utána, ahogy akkor meg is lettem fenyegetve, hogy aki ebbe a szakmába egyszer belép, az meg lesz fertőződve, és ebből nem lesz kiút, ez valóban így is történt velem kapcsolatban is, és az első évet Darúci Péter műhelyében ugye a szakmának a kezdeti fogásait ott sajátíthattam el, majd szépen tovább mentem a Gödöllőre, bőgőkészítő műhelyben Rácz Barnabáshoz, és később, ahogy ez szokott is lenni, idővel a hangszerész önállósodik és megalapítja a saját műhelyét, ami történt velem is, mégpedig csellóra szakosodva, specializálódva, hiszen gyerekkorom óta csellóztam, csellókon játszottam, és ennek a hangján nőttem fel Perényi Miklós lemezein, úgyhogy a cselló hang az gyerekkorom óta a szívembe lopta magát. Azért ez engem érdekel, hogy vajon egy cselló tanár miből gondolja azt, hogy egy növendéke jó lesz hangszerkészítőnek? Úgy gondolom, hogy ez mindkettőnknek így adódott időközök közben, mert kiderült, hogy a személyiségem az kevésbé színpadra termett, mint sem a színpad mögé, és inkább egy milyen műhely lakó típus vagyok, viszont itt tudok jobban kiteljesedni kreatív módon. A szempont volt, vagy esetleg tanárod látta, hogy van olyan manuális készséged, ami erre alkalmassá tesz? Valószínűleg egy finomabb lelki világot feltételezett rám nézve, és látta, hogy nem egy extrovertált típus vagyok, viszont ezt a finomságot én a hangszereimben jól tudnám kamatoztatni, ezért a szép érzéket és ezt a lelkületet valószínűleg meglátta bennem, és ezt átfordítottuk a hangszerészet területére. És vajon, amikor először kopogtattál Daróczi mesternél, aztán később Rácz Barnabásnál, ő nekik az szempont volt, hogy te valamit előtte csináltál már manuálisan, fizikailag, alkottál-e már, foglalkoztál-e fával? Igazából mindig is egy kreatív típusú ember voltam, de konkrétan fával nem, viszont nagyon sokat rajzoltam, festettem, és bármi, ami az alkotás volt, akár a zenétől különböző művészeti ágakon keresztül, azért mindig megtaláltam azt a fajta örömet, ami az alkotásban mindig is rejlett. Az, hogy belőled szakosodva csellókészítő lett, ez azt határozza meg, hogy te ezen a hangszeren muzsikáltál gyerekkorodban? Mondhatnám, hogy a zenei anyanyelvem, vagy a hangszer anyanyelvem az a cselló hang lett. És először ugye saját magam tapasztaltam, hogy a zeneiskolai hangszereknek a beállítása és hangminősége nem mindig olyan, amelyik jótékonyan támogatja ugye a csellistáknak a fejlődését. Talán ez volt az egyik ilyen racionálisabb motiváció, illetve hogyha az ember Perényi Miklós lemezein nő fel és mindig cselló hangot hall, akkor evidens, hogy valahogy ösztönösen is ez irányba orientálódik. És vajon az a hangzás ideál, amit te elképzeltél, illetve amit nagy művészektől hallottál, az elmúlt időkben hogyan változott, vagy hogyan csiszolódik, vagy mi az elképzelésed ma egy jó cselló hangról? Úgy gondolom, hogy egy művésznek, egy alkotó művésznek mindig folyamatosan alakul az elképzelése. Mindig külső impressziók, jobb esetben külső impressziók így érik,
én is erre törekszem, hogy híres, ismert, elismert, szívemhez közel álló előadó művészekkel találkoznak koncerten, előszeretettel főpróbára beosonva, és ott élő test közelbe meghallgatva mind csellistát és mind a hangszerének a hangját, és ezt a számomra kialakuló hangzás ideált majd aztán naponként, esténként, éjszakánként megvalósítom, miközben még nem szól ugyan a hangszer, de már a fában benne hallom ezeket a rezgéseket, ezeket a hangulatokat. Az hogy működik, hogy egy-egy nagy mester, előadó művész hangszerét, játékát meghallgatod, abból inspirációt gyűjtesz, de a saját munkádban, a saját elképzeléseidet, az fizikailag hogy valósítod meg? Elképzelsz egy hangot, de abból hogy lesz hangszer? Mindig ugye a fülembe cseng a idős mesteremnek, a Daluci Péternek a szava, hogy azt mondja, hogy ami a szemnek szép, az valószínűleg a fülnek is jó. Na most van egy ideális, egy esztétikus, számomra szép kinézetű valami, egy forma, akkor én azt valahogy megpróbálom leképezni, és utána én azt úgy érzem, úgy hiszem, ilyen hetedik érzékkel és intuíció alapján, hogy akkor abból valószínűleg jó hang is lesz. Most ez mindig változik valószínű, de az ember mindig az adott elképzelésének megfelelő legjobb hangot akarja létrehozni. Egy cselló nem egy kis testű hangszer. Azt gondolom, hogy talán a vonós hangszerek között a legtöbb szakmai problémát is felvető hangszer. Mennyi idő alatt csinálsz meg egy csellót? Órában ezt nehéz elmondani, mert valamelyik hangszer számszerűsítve mondjuk kész van 350 óra alatt, valamelyik meg csak 500 óra alatt. Más érzésekkel fejezem be, tehát mindig más az, amikor én úgy érzem, hogy na, most kész, na most megérkeztem. Illetve cáfolnám azt a felvetést, hogy ez egy problémás méretű, nagyméretű hangszer, ugyanis a lehető legtökéletesebb méretű hangszer. Hiszen az emberi méretekkel leginkább harmonizáló. Nem olyan kicsi, mint a hegedű, és nem olyan nagy, mint a nagybőgő. Hangmagasságban, hangszínben és méretben is. Akár játék közben, akár készítés közben a lehető legemberbarátabb hangszer. Én azt gondolom, hogy ezt mondhatja valóban egy olyan mester, aki összenőtt a hangszerével, tehát ez egy olyan belső meggyőződés, hogy ez a mondatod által mindenki megszereti a csellót és szeretne csellózni. Hát ez egy gyönyörű gondolat. Nagyon szoros a kapcsolatod az előadó művészekkel. Ez azt is jelenti, vagy azt feltételezi, hogy megrendelésre dolgozol. Amikor jön hozzád egy művész azzal a kéréssel, hogy készíts neki hangszert, hogy tudod azt felmérni, hogy valójában milyen hang szükséges neki, milyen cselló az elképzelése? A megrendelőnek az elképzelése az nagyon fontos, hogy teljes mértékig megegyezzen az én elképzelésemmel. Mert egy őszinte munkát, egy őszinte hangszert csak úgy tudok elkészíteni, hogy az egy az egyben teljesen fedi az én hang és esztétikai elképzelésemet. Ez úgy történik, hogy azok a megrendelők, akik megtisztelnek a bizalmukkal, azok nyilván már hallották más munkáidat, ismerik az általad készített hangszereket, és azért gondolnak arra, hogy majd tőle rendelnek? Nyilvánvaló nagyon fontos a korábbi munkáimnak az ismerete, illetve a személyemnek az ismerete. Egy mesterhangszer esetében teljesen egyértelmű, hogy hordozza a készítőjének a habitusát, az elképzelését, a lelki világát, és amennyiben a zenésznek ez szimpatikus és egyet tud érteni vele, és azt mondja, hogy hát hasonló hullámhosszon vagyunk, ilyenkor történik az a felkérés, hogy akkor én is szeretnék egy héjacsellót. Mégpedig ilyen és ilyen stílusban, különböző modelleket készítek, különböző stílusút, barokcsellót, modern cellót,
kamarásabbat, szólisztikusabbat, rövidebb menzúrájú húrhosszú hangszert. Ezek már egyedi dolgok, viszont a fő stílusa, a fő mondani valója és amit képvisel, az fontos, hogy megegyezzen az én vállalható elképzelésemmel, vagy lelki világommal, tehát azt kell, hogy tükrözze. Tehát volt már felkérés fehér hegedűre és fekete cellóra, ezekkel nem tudtam mit kezdeni, teljesen nem egyezett meg az én lelki világommal. Én maradok a tradicionális, és egyszerűen fogalmazva a szerethető cellónál. A kamara és a szólisztikus hangszer között mi a különbség? Leginkább a hang képződése, a hang megformálódása, illetve valamilyen szinten a funkciója is, illetve én azt mondom, hogy ki mire használja és ki hogy használja. Tehát mindenki, minden zenésznek van egyfajta múltja általában, amit megszokott, hogy milyen hangszeren tud szólisztikusan játszani, milyen hangszeren tud kamarában játszani. És ilyenkor fontos, hogy a zenésznek a stílusa és az elkészülő hangszernek a stílusa megegyezzen. Tehát, hogy létrejöjjön a nagy találkozás, amikor elkészül egy hangszer és kézbe veszi. Elég nagy különbség van a modern készítésű hangszerek és a historikus hangszerek között. Említetted a barokk csellókat. Ez egy teljesen külön világ. Ebbe hogy kóstoltál bele? Honnan inspirálódtál? Tudom, hogy nagyon sokat jársz külföldre kiállításokra is. Honnan kaptad azokat az impulzusokat, ami alapján ebbe a külön világba is bele tudtál kóstolni? Ahogy a legtöbb komoly zenész a zeneiskolában fémhúros modern cellón tanul, ugyanúgy én is így tanultam, és teljesen ebből következett, hogy én is modern cellókat, tehát fémhúros, klasszikus cellókat készítettem. Ezzel a cellóval eljutottam külföldi kiállításokra. Történetesen ez a bécsi koncerthouse-ban volt az a kiállítás, ahol én először találkoztam barokk cellóval, és utána én itt kedvet kaptam, majd többi kollega inspirálására mentem én tovább hollandiai és egyéb olyan irányokba, olyan kiállítások és fesztiválokra, ahol mondhatni, hogy kizárólag barokk hangszerek voltak kiállítva, illetve ezeken a fesztiválokon csak barokk bélhúros hangszereken játszottak. Ez egy teljesen más világ volt, ami megérintett. Sokkal emberközelibbnek tűnt, hiszen bélhúrok vannak fölhúzva, teljesen természetes anyagokból, semmi szintetikus anyag nincsen egy barokk hangszeren, és teljesen más hangulatú zenéket is játszanak. És egy ilyen fesztivál után, egy ilyen kiállítás után az ember teljesen más hangulattal feltöltve jön haza a műhelybe. Illetve kaptam támaszt és segítséget, támogatást Blaszuel Robert kollégámtól is, aki az itthoni magyar barokk hangszereknek az egyik nagymestere mondhatni, és az ő támogatásával vágtam bele egy másik irányba, a mester modern hangszerek mellett a barokk cselló irányába is. Említettük a művészekkel való nagyon fontos és szoros kapcsolatot, de ugyanilyen fontos a szakmán belüli szoros együttműködés, és mindannyian nem csak azokat tekintjük mestereinknek, akiktől effektíve a szakma első lépéseit tanultuk, hanem ezeket a szakmai együttműködéseket is kiemelten fontosan kezeljük. Kik azok a mesterek, akikkel nagyon szoros az együttműködésed? Mind Magyarországon, mind külföldön a hasonló értékrendet képviselő mesterekkel tartom a kapcsolatot, akikkel kiállításokon, vagy valamilyen egyéb szakmai úton, módon, de összekapcsolódik a szakmai életünk. Akár hétköznap is összefutunk, találkozunk, megbeszélni a éppen aktuális problémát, hogy te hogy csinálod, te honnan szerzed be, neked volt-e ilyen problémád, és ezek nagyon jók, mert építő jellegűen konstruktívan viszik előre az egyénnek is, meg a magyar hangszerészetnek is a szellemi fejlődését. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ahogy említettem, így a pályám során idős Dalóczi mesterhöz rendszeresen visszajárok tartani a kapcsolatot. Utána Rácz Barnabásnál, Gödöllen is dolgoztam, és ott nagybőgőket készítettem. Vele is jó kapcsolatban voltunk, amíg együtt dolgoztunk.
de említhetném még Blasszola Róbertet, vagy Korán Csabát, Temesvári Pétert, és nem szeretnék kihagyni senkit, úgyhogy hosszú a sora. Nagyon nagy örömmel megyek egy-egy kiállítás, amelyik Magyarországon van megszervezve, mert akkor így legalább van egy lehetőség találkozni a kollégákkal, a most élő mesterekkel. Ez egy nagyon fontos dolog, mert éppen a munkánk miatt szinte reggeltől estig majdhogy nem magányosan dolgozunk, nagyon sokan vagyunk így, hogy egyedül vagy két-három mester segéd együtt dolgozva alkot, és én is úgy érzem, hogy rendkívül fontosak ezek a szakmai kapcsolatok. Előadó művészek közül kit tudnál kiemelni, akivel nagyon inspiratív az együttműködés? Mivel sok zenekarban, sok művésznél van már cellóm, ezért nehéz is felsorolni, hogy ki az, akit ki tudnék emelni, de mondhatnám, hogy a legnagyobb zenekarokban vannak szólamvezetők, akikkel jobb vagyok. Kántor Balázs, a Nemzeti Filharmonikusok szóló csellistája például egy remek zenész, és nagyon jó visszajelzéseket kapok a hangszereimmel kapcsolatban. Abszolút segítőkész az ő visszajelzése. Említhetem a fesztivál zenekarból Kertész Györgyöt is, például, vagy Módor saját szintén onnan, de a rádiózenekarból is, illetve az operából, vidéki zenekarokból is, Pannon filharmonikusoknál is, nagyon sok zenekarban a szólamvezető csellisták, akik játszanak a hangszeremen, velük nagyon építő jellegű az együttműködés, hiszen egy hangszerész abból tud élni, úgymond, és fejlődni, hogyha megkapja szinte napi szinten a visszajelzést a hangszereiről, a zenészeknek a kívánságairól, hogy mi az, amit még lehetne egy picit jobban, hogy egy hangszerész mibe tudja segíteni és támogatni az ő munkájukat.